Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Több megbecsülést szeretnénk a mozgáskorlátozott és a fogyatékos gyermekekkel foglalkozók számára, ugyanis az a helyzet, hogy rájuk még mindig az az üzemanyag költségtérítési elszámolás vonatkozik, amelyet még 2010 előtt határoztak meg, ami azt jelenti, hogy azok az egyesületek, szolgálatok, amelyek mozgáskorlátozott és fogyatékos gyermekeket szállítanak nap mint nap speciális intézményekbe, hogyha gyermekek vannak a gépjárműben, vagy kisbuszban, ugyebár ilyenekkel szokták szállítani őket, akkor 21 forint per kilométer, hogyha üresen megy vissza a központjukba, akkor pedig 18 forint per kilométer, amit ők el tudnak számolni, tehát ennyit ad az állam a mai napig azoknak a dolgozóknak, illetve hát önkénteseknek, akik ezt a fontos feladatot végzik. Ugyebár nemrégiben bejelentette a kormány, hogy 30 forint per kilométerre emeli az üzemanyag költségtérítés adható maximumát, egyébként ez nem kötelező, és nagyon sok helyen nem is adják. Korábban volt 9 forint, az volt a minimum, azt megemelték 18-ra, a maximum volt a 15, azt megemelték 30 forintra. Tehát a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogy ez kötelezően adandó legyen, ez a 30 forint, mindenki számára, így azok számára is, akik mozgáskorlátozott és fogyatékos gyermekeket szállítanak, illetve fenntartjuk továbbá eredeti célkitűzésünket, hogy ez 40 forint per kilométer legyen, de amíg ezt a kormány nem valósítja meg, addig legalább ezt a 30 forint per kilométert számolhassák el a mozgáskorlátozott gyermekekkel foglalkozók is, mert abban gondolom nincsen vita, hogy rendkívül fontos feladatot látnak el.